A csillagszemű juhász az egyik legismertebb magyar népmese. Egy olyan fiúról szól, aki vakmerően szembeszállt a király értelmetlen törvényével, és ezzel egy egész birodalom sorsát változtatta meg. A király kívánsága ugyanis az volt, hogy ha tüsszent, akkor minden alattvalójának azt kell kiáltania, hogy adj Isten egészségére, felséges királyom. Aki nem teszi, az súlyosan megbüntetik. A mese Szálinger Balázs átiratában megőrizte a történet legfőbb erényét, az értelmetlen és eltorzult hatalom ellen lázadó, egyszerű ember abban való hitét, hogy a rossz dolgok megváltoztathatóak, csak bátornak és tiszta szívűnek kell maradni. Fontos az, hogy minden a helyére kerüljön, hogy ne legyen talmi, ne legyen olcsó, inkább fölfele húzzuk az igényeket, mint sem, hogy alámenjünk, és hogy tényleg tartalmas is legyen, nem beszélve arról, hogy persze nem, az sem árt, hogyha van egy olyan réteg egy előadásnak, ami a felnőtteknek szól, amikor ezt hétvégén játssza majd a színház, és szülőkkel érkeznek a gyerekek, nem csak csoportosan az iskolából, akkor a szülők se a mobiukat nézegessék, amíg a gyerek nézze az előadást, hanem esetleg ők is színház élményben részesüljenek. A címszerepet vendégként Zakariás Máté alakítja, akit a Kripli című előadásban már láthatott a nyíregyházi közönség. A színművész úgy véli, nem könnyű feladat a csillagszemű karakterének megformálása. Egy szép és komplex előadást azt hiszem, hogy sikerült összehoznunk, és azt végigvinni, és hogy a gyerekekkel velem tudjanak jönni, az egy szép és nagy feladat. Adj Isten, te juhász! A főbb szerepeket Zakariás Máté mellett Pregicel Fruzsina, Jenei Judit és Gyuris Tibor alakítják. Az alkotók az előadást nem csak gyerekeknek ajánlják. A zenés mesejáték nagyszerű közös kikapcsolódást nyújt majd a családoknak is.